Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHalom csatorna Crusader Kings 3 sorozata. Az előző részben elfoglaltuk már Franciaországot, igazából majdnem a teljes Franciaországot, hogyha a déli részét nem tekintjük, ami a francia birodalomhoz tartozik, nem a királysághoz. Ugye? Jól tudom, hogy itt francia birodalom van. Aha. French Empire. És hát a mai részben nem tudom, hogy mit fogunk csinálni. Lehet, hogy az afrikaiakat innen kitolom a csizmából, úgyis meg tudjuk őket támadni, sőt. Szerintem így fogunk csinálni. Az a kérdés viszont... Ó, katolikusok. Hát itt katolikusok ezrei akarnak lázadni konkrétan. Ja, lesz ebből egy katolikus lázadásunk. Én úgy látom. Jó, nem baj. Lázadjanak csak fel a katolikusok. Úgyis el tudom őket verni relatív könnyen. Na, további foglyok elengedése esetleg? Egy darab? Te mit is csináltál? Azt nem tudjuk megnézni? Hopp, őt most engedtük el. Az jó. Oké, okay. Kifizetett 100 aranyat nekünk. Aha. Az szép. Hát igen, ő egy fornikátor volt. Ezt mindig néztem, hogy ez micsoda ez a forma, ez egy nadrág úgy, hogy tűzön lángol. Őt is elrabolom. Nem, először a gyereket raboljuk el. Jó van, gyertek! Lázadjatok föl, hol vagytok? Jézus, hol vannak a katonáitok? 778 fő. Hol? Ott. Ennyi? Ennyien lázadtok föl ellenem? Ezen a területen lázadtatok föl? Komolyan? Ez nem sok. Jó, most ezzel nem akarok foglalkozni, ne haragudjatok. Most szeretném ide küldeni a rendfenntartóinkat. Jó, Man of Arms az elég lesz bőven. Nem is kellenének ők igazából. Csak nem bírom felvenni szimplán a parasztokat nélkülük, ha jól sejtem. Valid concern. Várjál össze ezt a háborút le. Befejezzük, köszönjük szépen. Mit szeretnél? What if were to discover you, it is wise to continue this... time-consuming effort. Nem fognak felfedezni. 80-85%-on van. A feleségem aggódik, hogy mi van, hogyha lebukunk. Nem fogunk lebukni. Illetve ha le is bukunk, mit csinálnak? Tehát én vagyok a császár. Mit fognak kezdeni velem? Azt mondják, ennyi császár uram. Mit képzelt magáról? De rakjunk már össze egy-két olyan dolgot, ami neveli a pénzt. Use grazing, windmill, watermill. Watermill, mi a watermillt rakunk ide? Ó, ja, hogy ezeket csak county capitalba lehet. Aha. Jó. Nem probléma. Akkor... Na, itt van a tényleges lázadóink. Na. Na itt már vannak azért szép számok. Jaj. Van egy-két nemes is, aki föllázadt. Egész Szorbia becsatlakozott, vagy mi történt? Nem, ők háborúban állnak ellenük. Jó. Hát akkor mi most fogjuk szépen, fölemeljük ide a nemes igazságosztó seregünket, aztán végigmegyünk az összes paraszton. És igazából ez csak az időmet veszi el. Kár, hogy a nemeseim nem kelnek föl, vagy lehet, hogy föl fognak kelni? Remélem egy-ketten föl kelnek, mert itt végigmenni mindenkin, az egy nagyon idegesítő lesz. Hoppá! Some will be convinced to let information slip to my agent.
annyira durva, hogy vannak ilyen, tehát hogy mivel ugye nagyon ilyen ármánykodós karakter vagyok, ezért simán tudok ilyen nagyon jó döntéseket hozni. Ez adna plusz 10 sikeresét, 5% lebukási esélyt adna, viszont 10-en növelné az ilyen ármánykodási erőnket, de mivel nekünk mindkettő 85-85 még hozzá, 134%-ot kapunk sikeresélyére pluszba még, nincs értelme, szerintem. Elkapjuk. Elkaptuk. Hát na, most figyeljetek, aki kicsit hogyan fogalmazzak. Ezt lehet, hogy nem csináljuk. Lehet, nem végzem ki. Miben vagy jelenleg? Csak house-arezben. Én akkor beviszünk a dungeonbe. Maradj szépen a dungeonbe. Kisbaba létedre szerintem jól fogod érezni magad. Értitek, ezt mind a... Hogyan nevezik? A vérvonal tisztasága érdekében teszem. Azok ne menjenek el, léci. Nem mennek el, úgyne. Na, podrincs. Hát, figyelj, ez már relatív egész közel van. Ehhez már hívjuk az orvosunkat. Ki mit ajánlasz? Radikális dolgot. Oké, csinálj egy radikális dolgot. Én ahogy nézem, az embereink azért szépen felálltak. Jól van. Jól van, aggódtam, hogy nem fognak annyira felállni. Gyere el a vízre, az egy gyors útvonal lesz nekünk. És ide szépen gyere ki. És itt kimegyünk rájuk. Csak remélem nem úgy működnek, mint egy tényleges háborúban, hogy engem követgetnek. Jó, sikerült megállítanunk ezt a terjedést. Sőt, most eszembe jutott még valami. Itt ez. Advanced Research, Monthly Lifestyle X. Az mondjuk nem lenne rossz egyébként arra átállni. Új, itt Piety-t is tudtunk volna csinálni. Jó, menjünk a... életút növelős dologra. Mennyi? 0,3 arany? Az semmi. Adjad nekünk a bónusz XP-t. Teológiába elő is mentünk. Iron Constitution. Jól fogjuk bírni. Soha nem halunk meg. Illetve jut eszembe... az egyik emberünk jelenleg támogatja az ilyen ármánykodásunkat, azt visszaállítjuk, hogy nyugodtan védjen minket inkább az ármánykodástól. Bár egyébként technikailag, mivel nekem hatalmas ilyen ármánykodási képességem van, ezért nem félek attól, hogy feltétlenül, értitek, el tudnának intézni. Ups, ez veszélyesnek tűnik azért oda menni. Inkább menjünk erre. Ez vízen átkelés, az jól hangzik. Oké, okay, átmentünk oda. A csapataink egy részét elverik, nem baj, átjönnek a vizem. És ütközet. Íh, mennyien vagytok! Azt a mindenit! Azért mondjuk erre nem számoltam, hogy ennyi csapattal ott lesznek. Hű. Hát igen, azért ennyi főt nem verel ez a kis seregünk. Hopp, érkeznek viszont az erősítések, az a baj. Ez így kevés lesz. Fel tudunk húzni vajon? Enemy territory. Megnézzük, hogy időbe fel tudom-e húzni őket. Gondolkodtam rajta, hogy fel kéne emelni. 30 nap nem lesz meg. Egy fő? Mi az, hogy egy fő? Az egész sereget mondtam neked. Milyen egy fő, bro? Hol van a főseregünk? Jöjjön vissza. Hát én... Kicsit alulértékeltem ezt a paraszt lázadó sereget, jó? Tehát előfordul a legjobbakkal is. Jajjaj, valami baj van velünk. Ó. Rákosak vagyunk. Oké, valami radikális döntést fogok hozni. Oké, sikerült.
Csak történt egy kis baleset az arcunkkal. Ne aggódjatok miatta, az a lényeg, hogy a rákot sikerült kezelnünk. Ettől függetlenül még mindig rákosak vagyunk, csak nem halunk meg a közeljövőben feltétlenül hamar. A fiunknak még van egy kis ideje még nőni. 34, 43, úgy né, megyünk szépen támadni. 66 ezer fő csak nem vere el egy átkozott lázadó sereg. Úgy van. Valaki megszökött, kicsoda? Ja, valami uralkodó. Jó, az nem zavar minket annyira. Ihi, micsoda a csata. 150 ezren harcolnak itt. Szt a mindenit. Mindjárt ezt a statisztikát meg fogjuk nézni. Komoly. Na mennyien voltunk? A details talán nem is kellett volna annyira. 82 ezeren voltak, meg 127 ezeren. 200 ezer fő harcolt itt. 5 ezer embert veszítettünk el, ők meg majdnem 40 ezer embert. Ami annyit jelent, hogy még mindig van egy jó pár katonájuk, aki van. Ja, ott vannak. Meg kéne vernünk a fő lázadó. Aha, szóval, hogy ő így vezérként van. Jó, akkor azzal nem oldjuk meg. El akartam foglalni a területét annak, aki fő lázadónk, de nem lesz. Hát mindegy, végig megyünk rajtuk még egyszer. Most széjjel vannak verve, valamiért nincs vezérünk. Legyünk mi. Legyünk mi a szent uralkodó, aki irányítja ezt a nagyszerű sereget. Úgyné. Következő. Ó, jól van, ügyesek vagytok, csatlakozzatok be. Minél több embert veszítsetek el. Végeztünk, elkaptuk valószínűleg a vezért. Vagy nem? Nem tudom, miért végeztünk. Csatából? Na, jó van, oké. Na, ennyit erről. Ah, 57 ilyen izét kaptunk. Uralkodási, tudjátok, ilyen jogot, vagy nem tudom, minek nevezzem. Na. Akkor a fiunk az lassan közel lesz ahhoz, hogy ő legyen az uralkodó. Akkor szeretnék egy feleséget választani neki. Éva az jó lesz, legyen Éva. Úgyné. És ígérünk nekik egy nagy grand weddinget. Excellent. És meg is tartjuk. Látjátok, itt van a bloody wedding. Accomplishment forger perk. Ez kell, hogy legyen. És akkor itt gondolom lehet, hogy le tudunk írtani egy csomó mindenkit. Ez nagyon beteg lenne. Na. Ez mit csinál? Opinion, vélemény, meg prestige. Menjünk mindennel maxosan. Na, nagyon adunk erre az egész eseményre. Recreationért megyünk oda. Ja, menjünk oda a recreationért. Feladtuk azt, hogy mi már bárkit is elcsábítunk. 1300 pont, és Eager Revert meg is kaptuk. Tudjátok, így az életünk végére még ezzel egy picit megpróbálunk javítani a kapcsolatot a népekkel, itt a nemeseinkkel, hogy a fiunknak könnyebb dolga legyen uralkodni. Ó, tényleg itt elengedhetek mindenkit. Akit szeretnék. Hol van az, aki föllázott ellenünk? Ő volt az. Hát őt publikusan kivégzem. Így. Mindenki más mehet, aki kifizeti tartozását. A publikus kivégzésnek az a jó része... Oh, ne elengedtem a fiút. Damnation! Ő nem is örökölhet. Nem tudom kitiltani az örökösödésből.
Succession. Akkor így nézzük. Nem, ő nem örökölhet. Érdekes, mert a játék nem jelzi feltétlenül úgy, hogy... Lehet ez az oka. Házasságon kívül született. Ó, várjatok, lehet, hogy tudom, hogy mit nem rakok össze. Szerintem nem házasítottam össze a fiamat azzal a nővel, és utána ugye ez a gyermek házasságon kívül született, ezért meg börtönbe zártam őket. Szerintem ez lehet az oka az egész történetünknek egyébként. Egy egyszerű félreértés. Oké, valaki meghalt a riválisunk. Court pozíció. Jó, valakit olyat rakunk be, akinek jó tudása van. Itt szeretnék megszabadulni ezektől a raboktól. De nem engedhetem csak úgy el őket, az helyzet. Jó, kiírtok mindenkit. Legalább stresszt veszítünk. Aki nem tudta kifizetni nekem a szabadságát, az sajnálatos módon meghal. Feltéve, hogy ellenkező vallást követnek. Ez a prestige, hogy ennyire minuszban vagyunk. Legalistic. Ó, értem. Dreadenként prestige százalékot veszítünk. Aha. Igen, kinda megértem. Ó, amiatt, mert rákosak vagyunk, meg sérültek, amiatt 25-et veszítünk. Ez mikor lesz ez az esküvő? Haladgat. 6 hónap. Mire elkezdődik. Én most igazából erre elmentem. Szerintem csak elmentem rá, nem? Jó, igazából csak tennie kell akkor az időnek, azt akkor megtörténik ez az esküvő. Kedves Afrika. De igen, indítsuk egy háborút. Végül is ez a háború nélkülem is teljesen jól megtörténik. De nem, mert aktivitáson vagyunk. Jó, akkor pörögjön az idő. Csak hagyjuk, hogy menjen az idő, aztán... meg lesz. Mit szeretnél? Nagyon örülök neki. Köszi szépen ezt a versecskét. Na, elkezdődött. Na, mi történik? Két Crushers. Oké, úgy tűnik, hogy a köznép az szeretne bejönni. Ez részben az, hogy ugye el szeretnének jönni az esküvőre, részben pedig az, hogy a kaját és az italt akarják nagyban enni és inni. Én úgy vagyok vele, hogy jó kedvemben találtak, szóval. Vigyék csak nyugodtan. Méghozzá mindkét döntés egyébként a karakterünkhöz illő volt, mert prestige-et veszítettünk. A Father's Heart. Figyeljetek, sok mindent nem tudok mondani. Igazából csak büszkék vagyunk a gyerekünkre. Na, nagyjából ennyi. Ott volt az egyik ilyen nemesünk, aki nagyban büszkélkedett, hogy mennyire, hogy na, tehát, hogy micsoda szép fiú lett belőle, meg az, hogy tudjátok, micsoda szép felesége lett, meg hasonlók, mi megmondtuk, hogy hát igen, igen. Minden nagyszerűen alakult, egészen addig, ameddig Jenő el nem felejtette, hogy akkor most a ceremónia után most a következő lépés mi legyen, és mi igazából úgy állunk az egész, hogy történik ilyesmi, nincs probléma, semmi probléma nincsen. Olyan nagy lelkűek vagyunk az utolsó élő gyermekünkkel amúgy. Az kemény egyébként, nem belegondoltak, hogy most egy darab gyerekem maradt meg. Ezt valamikor meg küzdök azért, hogy ne legyen 20 különböző gyerekem, aki örököli az összes területet 20 különböző irányba. Közben itt verekedés történt, meg előadásokat tartanak.
Itt írja, vannak ilyen kis események, amik így mutatják. Ezek az összes ilyen résztvevő nemesnek a történései, amiket csinálnak. Oké, itt vagyunk, elértünk a fénypontjához. És akkor azt mondja, hogy akkor jó, összeházasodtak, ennyi. És akkor itt van a bankett. A ebédelési ceremónia. Mátéval jóban leszünk. Összebarátkoztunk. Így az életünk végére így tudjátok, így jó kapcsolatot ápolunk minden egyes nevesünkkel majd. Na, itt mi történik? Mert van 4 választási lehetőségem is. annyira jól el vagyunk Mátéval. Ki a Máté egyébként? Szerbia uralkodójával, a Szerbia királyával. Annyira jól szórakozunk, hogy elhanyagoljuk a másik, mi az Évának a családját, meg azokat, akiket összeadtunk, ugye a fiunkat, meg Évát. És Évát meghívhatjuk, hogy csatlakozzon. Vagy fogjuk, és kiosanunk, hogy tudjunk beszélgetni magunkban. Vagy szimplán azt mondjuk neki, hogy bocsásson meg nekünk. Szerintem bocsásson meg nekünk azt, akkor menjünk vissza, foglalkozunk a lényeges párral, a fő párral. A feleségem is itt barátkozik össze-vissza mindenkivel. Kicsit sajnálatos, hogy ez csak így ennyi információt kapunk róla, nem kapunk egy picit többet. Mondjuk nem tudom, hogy lehetne ezt jobban megoldani. Csak tudjátok, hogy jobban látványosabban lássuk, hogy mik történnek. Mondjuk egyébként, ha belegondolok, hogyha ott vagy egy ilyen eseményen, akkor ha csak nem tényleg koncentrálsz arra, hogy észrevedd ezeket az ilyen mellékes történéseket, amik történnek az eseményen, akkor nem nagyon veszed észre, hanem vannak ilyen főpontjai, amiken részt veszel, és aztán ennyi. Próbálnak rávenni minket, hogy vegyünk meg valami, mi az ilyen kocsmát, vagy valamit. Hát figyelj, azt mondom, hogy csak ennyi, semmi más nagyon bónusz. Rászólunk, hogy hagyja abba. Hát, visszatartjuk magunkat, és elfogadjuk, hogy mondja végig. Nem fogok, se nem veszem meg, se nem szólok rá. Ennyi. Lenyűgöztük ezt a... Ki ez? Karavánmestert. Móricz királyt. De hosszú ez az esemény. Food fit for a étel. Itt tudok olyan döntést hozni, ahogy érzem magam. Bólogass, és tegyél úgy, mint a figyelnél. Oké, na. Itt van az esküvői éjszaka. A heresy, old tátos, megjelent a régi tátosizmus, jó. Igazából azzal nincs semmi problémám a régi tátos vallással. Megyünk együtt. Nem iszik velem. Kit érdekel? Milyen hosszú ideig tart ez a nász éjszaka? Mert most annak az eventjeit csináljuk. Több sört! Nyolc nap, mire véget ér az event. Még egy eventet talán fel fog dobni nekünk. Nem, véget ért. Nagyon jó. Ez az. Összeadtuk. Kedves párt, építkezzünk. És van rengeteg pénzem, meg még nagyon nagy bevételeink vannak. Kezd elfogyni az a rengeteg pénz. Igazából csak azért van rengeteg pénzem, mert egy ideig nem építkeztem. 136 jön be, anélkül egyébként, hogy rámentünk volna. Elértünk az 1200-ra. Nagyon jó. Itt vagyunk az új középkori kultúrás fejlesztésekkel. Bombards. Építhetünk bombázókat. Ágyukat készíthetünk konkrétan. Jaj, de jó. Azt szeretnénk? Nem. Primogenitúrát. Development. Ó. Itt egy dzsihád. Antalóniához.
Na nem már. Hát tényleg a szent uralkodót, a hatalmas magyar bármit megtámadja egy egész szép számmal rendelkező sereg egyébként. 302 ezeren vannak. Wow! Micsoda ütközet lesz ebből. Oda nézzetek, mennyien álltak fel ellenünk. Álmomban se gondoltam volna, hogy a játék nekem fog dobni végre egy kihívást még. Ezek után 73 ezer emberem van. A 117 ezerből én teszem ki a 73 ezeret. Na hát ebből nagyon kíváncsi leszek. Ez most már el is kezdődött? Ez most már el is kezdődött akkor. Akkor nem készülődnek, hanem már megindult ez az egész háború. Na mit tudunk behozni itt magunknak? Ó, stresszt, hogy ne kapjunk annyi stresszt. Oké, előbb viszont a cölibátust, és utána szeretném látni azt, hogy esetleg mikor halunk meg, és átmegyünk a medicine-re, mert most már rákosak vagyunk. Aztán ezt értitek, valahogy meg kéne állítani. Jó, voltak éppen, mivel nem hozzám jönnek közvetlenül, így nem emelem még föl a seregünket. Megnézzük, hogy hova összpontosulnak, és aztán utána felemelem, mert szeretném, hogy ne veszítsük el a szuplájunkat. Tehát azt szeretném, hogy ne fussunk ki ellátmányból még, mielőtt ez a háború ténylegesen elindulna. Illetve addig is legalább szerzünk még pénzt. Aztán meglátjuk azt. Megnyernék ezt a háborút, mondjuk. Őszintén figyeljetek. Kiarapnak egy királyságot belőlünk. Én meg visszamegyek, azt visszafoglalom. Annyira nem egy nagy veszteség. Bár ahogy nézem, szépen ide gyűlnek. Ezt a sereget voltak éppen még, szerintem elverem még a izével is. A kis seregemmel. Na itt az idő a vörös zászlóhoz. Ide középre, innen szerintem azért tudunk egy kis parasztokat is felemelni. Úgyné. 10, 20 ezer, 30 ezer, jó, az már egy létszám. Viszont szerintem még így is el tudom verni őket. Nem tudok más vezért berakni, de ki aki jobb, 40-es. Ez nagyon jó. Kéne egy olyan hely. Use planes. 8 planes-en. Oda megyünk. Vagy... oda megyünk. Illetve... tehát mozgósítom ide. Ezt még felemeljük, ezt a lokális sereget. Ott bónuszunk lesz nekünk. Ó, 16 ezer fő ott jön. Secret Exposed. Évreux. Jó, itt nem tudom, nem érdekel. Srácok, háborúval foglalkozok, nincs időm ilyesmikre. De szeretnék egy főbírót, srácok. Annyira szeretnék egy főbírót. És törvényeket a játékban. Tehát amiket te állítasz, és eldöntöd, hogy oké, ez a törvény, erre így reagáljanak, és kész. És megmondani, hogy oké, ezt a döntést így büntessék, úgy büntessék, és automatikusan megcsinálja a játék nekünk. Esetleg némelyik helyzetben jön elő kérdés. Ú, nagyon rossz vezér az, aki... Oké, léci minket adjál be. Léci minket, mert nagyon rossz vezér lesz, hogyha őt adja be oda védekezni. Ha oda mész ki, én nem segítek. Én biztos, hogy nem adom oda a seregemet azért, hogy egy 14 advantage-el rendelkező személy vezesse a katonákat. Az én 40-emhez képest. Biztos nem. Helyett inkább hagyom, hogy elverjék szerencsétlent. Ezt jöjjenek nekem. Ide a hegységbe megyek. Az a hegység jó lenne, hogy a támadnának engem.
Valaki meg akar ölni engem. Nem olyan vészes helyzet az. Az is nagyon jó lenne. 21 pontot kapsz abban a hegységben. Vagy azzal... Another name. Sandok, jó. Oké, valakiről lebuktatták, hogy nem az ő fia. Igazából itt is bónuszokat kapunk még, meddig mi támadunk. Ó, várjátok, 14-et kapnánk. Ha oda tudok támadni, ez elég nagy bónusz mennyiség, csak a létszámunk lesz az, ami gáz lesz. De megnézzük, figyeljetek, megnézzük, mennyit fogunk elverni belőlük. Hihihi. 20 ezer fő ellen küzdünk. 55 bónuszunk van. Troubling translation. Jó, megvesszük, kit érdekel. Nem verünk el. Régebben ennél szerintem unbalanszabb volt a játék, mert el tudtál verni. Tehát ilyen erőkülönbségek között el tudtad verni őket. Govriában. Jesus Christ, az Isten védelmezze őket. Amilyen messze vannak. Hát igen. Lehet még a vezért is elveszítettem, mert annyira széjjel kaptak minket ott. Na jó van, húzzuk fel a teljes sereget, és akkor gyűjtsük össze őket. Jó, valahogy meg kell szüntetnem a teljes sereget, ami ott fenn készülődik. Azt csak elveritek azt a pár ezer főt. Alig vannak, ne szívassatok már. Ennek meg valakit adjunk már azért oda. A valamilyen vezér mindig jobb, mint a semmilyen vezér, tehát hogy... Az a legrosszabb, ha nincs vezér. Jó, azt elverték. Oké, menj oda föl szépen. That idiot belongs to my dungeon. Oké, valaki vett térképet az orgyilkosságomra, ha minden igaz. Lehet, hogy tényleg meg tudnának ölni. Szerintem nem kéne, hogy nagyon sok esélyük legyen rá. 5% esélyük van, meg 20% hogy titokban marad. Valaki le fog bukni, és nem fog összejönni neki. Na, húzzuk össze a teljes sereget. Úgy, 38, az a legmagasabb, vagy én vezethetném még. Nem, a 38 az jó lesz. És azt mondja... Elfoglalták azokat a területeket, szóval oda azért nem szeretnék menni. Ott még megy egy ostrom, az a miénk. Ha oda tudnék érni, 6 hónap. Oké, okay. Viteblisk. Jó, az még mindig Isten védelme alatt áll az a terület. Mennyi idő még én odaérek? Ha még mielőtt elesik, az egy jó pozíció nekünk harcolni. 42 nap, jó. Az teljesen jó pozíció nekünk a harchoz. Jó, oda is érünk, ott is vannak. Alig van ellátmányuk is. Sőt, be is jönnek ellenünk, mert annyi eszük sincsen. 70 bónusz, 60 bónusz. Jeez. Itt most aztán ledaráljuk a jött-ment embereket itt. 20 ezeren voltak itt. Összesen inkább 30 ezeren. Sőt, 40 ezeren. Ez komoly. Itt volt egy jó adag seregük, de ezt megnyertük itt. Oké. Megyünk is erre lefele. Hát a fősereget, tehát ameddig én egységesen tudok irányítani 70 ezer embert, addig kicsit nehéz dolguk lesz. Főleg, hogyha én védekezek és így rám jönnek. Azt hiszem, most majd tudjuk is növelni a létszámunkat a hivatalos seregünknek. Hopp, ott 200 főt elkapunk. És még be is csatlakoznak utána páran. Jaj, de jó. Az mindig jó, amikor ilyen egyesével jöttek.
Mennyien vagytok? Mert akkor kell valakit új pozícióba behelyeznünk. 25, úgy. Ezeket megszüntetem itt jobb oldalt, mert annyi üzenet van, mint a fene. Még így is viszont megyünk 33%-on vagyunk, mert foglalásaik azok sokat növeltek. Az ütközeteink azok alig adnak százalékot. Hiába verünk itt egymás után elseregeket. Jézus, mennyien vagytok. Ezt még tényleg el is tudjuk veszíteni, értitek? Mert annyira sokan vannak mindenhol. Ott nem kapnak védelmi bónuszt. El fogjuk veszíteni, amiatt már annyit foglalnak, hogy nem tudok lépést tartani velük. Most nagyon jönnek a gyilkolás. Oha! Tension School. Aki úgy tűnik, hogy a családi viszály az Idovu családdal megszűnik. Ez komoly, ez közel volt ahhoz, hogy átvegyék az irányítást, viszont itt most ledarálunk egy igen sok katonát. Elvérzik valaki. Jó, mi meg megpróbáljuk megmenteni. Sikerült. 70 ezer ember volt itt, aki elmenekült. Ez is szerintem egy jó nagy ütközet volt. Ja, majdnem 200 ezeren küzdöttek itt is, 35 ezeret vesztettek. 7%-ot javítottunk. Úgyhogy mennyien vagytok még? 200 ezeren vannak még. Replicate. Mi van? I'm told, contemplate Kerhel, Bode, Arpa, the Terminal is. Jó, megint lehetne egy ilyen családi feud dolog, de ki ez? Abisziniai szultán. Nem tekintem egyenlőnek. Hű, itt még egyenlő létszámot össze tudtak volna hozni, hogyha pont összehozzák a seregeiket. De nem érnek ide időbe, sőt, annyira nem érnek ide időbe, hogy levágtam addig 20 ezer főt, mire ide értek maradék 20 ezerrel. Skimmed card. Endre ellen. Eying Endre ellen. Oké, tudjuk. Dobjuk börtönbe. Ne legyen itt tármánykodás, mit képzeltek magatokról. Na, ezt is lenyomtuk. A probléma csak annyi, hogy... annyira sokan vannak, hogy az valami elképesztő. Szerintem megyek visszafelé, hogy elverjem őket még egyszer útközben. Vajon össze tudnak-e hozni egy akkora sereget, hogy utána még elvernek? Nézzétek meg, szép lassan jövögetnek befele, hogy megöljük őket. Sietnek ide, hogy ne kapják ki az ütközetet. Ezt az AI-nak be kéne fejezni ezt. Valahogy nem tudom, át kéne gondolnia a készítőinek. Mert nézzétek meg, szépen jönnek befele. Hopp, végre 20 ezeren vannak most már azért. Minőségi 20 ezer fővel. Ez kicsit nehéz is volt elverni. És végre elvertük őket. Megint rám kugrottak. Jesus. Remélem jönnek nemesek tőlünk még a háborúba, mert az az igazi problémám, hogy előbb vagy utóbb el fogok fogyni. No lifestyle experience. Vagy pénzért. Okay, eladunk mindent, amit nem tudunk elolvasni. Ez kell az a pénz most a háborúra. És nem akartam emiatt költözkedni. Hopp, viszont így tudjuk, hogyha meghalunk egy éven belül.
Tök jó lenne, hogyha azok, akik segítenek itt ebben a háborúban, legalább arra jönnének, hogy tudjátok, hogy visszafoglaljanak területeket. Kielverve még egy. Oké, itt ha megállok. Oké, történt valami, nem tudom, valakinek a valaki, akit érdekel. Ezt be tudom ütni valami gyorsan. 55 nap alatt vissza tudom szedni. 22 ezer fő ott mozog, az nem rossz azért. Srácok, ezt nem fogjuk befejezni ebben a részben szerintem. Sőt, nem is ezt abba hagyom itt, most már így is 40 perce veszek fel. Figyeljetek! Nem is 40 perce, mert ugye, ha megállítom a felvételt valamilyen esemény miatt, akkor ugye akkor nem veszek fel. Remélem jól szórakoztatok. Meglátjuk, hogy ezt meg tudom állítani majd a következő részbe. Kezdünk fogyni, most már csak 48 ezer emberem van, ami amiatt is veszélyes egyébként, mert valaki itt háborút akar ellenünk, az alapján, hogy éppen mennyi katonánk van jelenleg, az alapján fogja engedni a játék neki. Majd legközelebb folytatjuk. Addig is, ha tetszenek a videók, gondolkozzatok el azon, hogy támogassátok valamilyen formában a csatornát, és a legközelebbi videóig nézzetek körbe, hát találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Sziasztok!